Riadó gyerekek! Mindjárt támadnak a zombik! Készüljetek! Fogjátok meg egymás kezét és pújjatok be a bunkerbe velem! Na! Zombi támadás! Zombi támadás! Na jó, várjatok egy kicsit. Fegyvermodifikációnál nincs semmi egyébként nálam. Ami... Na, erre gondoltam, hogy kezelhetőséget és aiminget módosítan ez, akkor miért nem rakom rá valamire? Mert már megint miért nem? Ezt rá tudnám rakni ide, és akkor elvileg. És a range damage növeli, bassz. Komolyan mondom, micsoda modifikáció. Valor kírja, hogy... Jaj, na mindegy, na. Betárazunk, gyerekek, kemények leszünk, mint a Rambo 3, szétcsapunk mindenkit, dörög az ég, villámlik, de a Keeper nem fél egy csepet se. Figyeljetek, szerintem ez laza lesz, mint a Rigolant. Az a lényeg, hogyha rendőr zombi jön, az átlő az ajtó, nem tudom. Aaaa, egy kicsit parázik a Keeper, de most mit csináljuk addig? Le kellene beraknom egy kis fát. Ide, aztán hadd szóljon, nem? Na most figyelj, addig mehetne itt mehetne a projekt. Le van állva minden. Ha! Figyeljetek, hát mi nincs fa, de van, várj, a fa az majdnem az összes elfogyott. Ki kéne meg, a, minden izé, au, Sanyi, ne harapja. Minden balhé előtt favágást csinálok itt, mi? Figyeljetek, ezt meg kéne ennem majd, de várja most nem, állj. Fát kéne berakni ide, arról volt szó, nem? Kuc. Zombi betegséget elkapta a Keeper, szemben rajzatot tartom, jók legyetek. Na, ide ennyit beraktunk, hogy nem tudom, 40 percet, jó? Aztán akkor turn on! És akkor mennek tovább, ugye, mert különben baza nem mennek. Hopp, nem ezt akartam, úr, Isten, mennyi cementebb lesz. Hát mindig meglepődök, hogy mennyi rohadt tüzé sok. Jó, itt megvan 382, berakom a Stonehoz. Kirakom, berakom, hol rakom? 400, 2500 darabban. Cirka egyébként 3000 darab már van ilyen, nem? Lehet, hogy kimegyek farmálni, addig mindig így. Mindig így. Kimegyek farmálok, jó? Ezt kicsapom azokat a fákat, amik itt vannak. Legalább addig elütjük az időt. Bocs a kölgésért. És már nagyon gyorsan vágok fát is, úgyhogy tök jó. Ebből is kellene egy acél. Mindenből acélszerszámot kellene létrehoznom, ugye? Csak ahhoz rengeteg alapanyag kell. Ugye nem véletlenül, mert igazából egyszer csinálod meg, aztán utána már nem kell. Meg elvileg most már sokkal több alap... Ja nem! Arra nem raktam, hogy is több alapanyagom legyen, úgyhogy arra is fogok pakolni, ezeket én bírom. Rengeteget építkezek, úgyhogy valószínűleg rá fogok arra állni. Ugye van egy olyan... skill is itt. Itt az erőnél. Ez. Sokkal többet gyűjtesz mindenből. És akkor ugye kevesebb... csomó időben nyersz. És az idő... pénz. Tudom én... dupla ennyit kapnék, érted, egy fából. Aztán akkor ma mindjárt jobb üzlet. Közben sasolok, nem jön valaki. Szerintem ilyen 40-ig fogok itt bóckodni. Ugye felkészültünk teljesen, alul ugye látjátok, be van pakolva. Gyógyszer, vitamin, minden, ami kell. Nincsen zombiváró, nincsen semmi. Normális bunker van, ahogy az kell. Ahogy a valóságban is lenne, nem csinálunk semmi trükköt, repülőépületek, meg ilyen hülyeségek, hanem komolyra fesszük a figurát. Mindjárt megint szintlépés. Már 38. szinten vagyunk, gyerekek. 138 a max HP-m. Ami nem egy utolsó szempont. Az még egy jó két ütés. Vagy esetleg egy-egy medvétől egy nagy pofon.
De azért nem mindegy, hogy például kapsz 3 pofont akkor. 30-ra megy le a... 30-ra megy le a HP-d, vagy pedig nullára, ugye? Jó. Jó, egy 40-ig mindjárt csakkorok, aztán utána futok vissza. Legyen egy kis fa. Nagyon sok fát is használok. Aztán, hogyha megvan a küldetés, vagy megvan a zombi, akkor megyünk kalandba, meg gyűjtünk ezért még. Vas kellene, még több acél kellene, mindenhez acél kell. Újabban az nagyon fogy. Leginkább fogyó alapanyag. Az acél. De rengeteg vasat kell szereznünk. Úgyhogy mindenképp azért érdemes lenne erre pakolni, erre a Mother Lord-ra, mert akkor egyre többet, és figyelj, itt már 100%. 100%. Tehát dupla annyit kapnék bármiből. Azért az nem egy utolsó dolog, gyerekek. Na gyerekek, húzzunk be. A többi ajtó az lehet, hogy úgy lesz, hogy egy ajtó, ez a kettő, mondjuk ezt nem érdemes olyan betennem, mert itt ezt kicsit szétcsapják. Pikpak. Mondjuk ezt fel is upgrade-elhettem volna ennyire, ugye? Prrr. Jó, nem upgrade-elem fel, mert lehet, hogy még változik, attól félek. Jó, 21-46 van, valamit csináljunk. Ezt az ajtót... ez betéve lesz. Viszont ez nyitva, hogy egyet hátra tudjak futni, ha elbukuljuk. Értitek? Ezt valószínűleg fogom használni. És most fogom betolni a vitamint, meg a kaját. Van itt egy jó kaja, ezt láttam. Oké, ezt meg... nincsen valami jó olyan italom esetleg, amelyik ilyen valamit, bármit ad? A sör az mit ad? Ez mi az Draving Damage? Star Resist? Na, egy sört, ezt lehet, hogy beküldünk. Sőt, ezt akkor lerakom ide. A kávé, azt nem hiszem, hogy kell. Viszont a kaját akkor megesszük. Az jó, mert ez HP-t is ad, ugye? A folyamat. Iszunk egy jó vizet. Meg iszunk egy jó sört. Meg megesszük a vitamint. Meg egy jó sört beverek. És igazából mondhatni szarát buffoltuk magunkat, látjátok, hogy minden van, minden bucsúba. A sört... és 59 is most kezdődik a... kezdődik a balhé, gyerekek. Kezdődik a balhé. Én viszont nem tudok itt kijutni, ugye? Arról beszéltünk. Jó. Használom a sörét, és van lőszerem bőven. Jó. Megvédte a csajt. Jó, rám az XP. És ezen már nem tudnak átütni ezen a rácson, úgy veszem észre. Nem jól vettem észre. Jó, van minden oké, semmi gond, gyerekek. Az ajtót meg ne nyissam. Mi van, a sörétes levelezést? Figyeljetek, imádom.
Pedig nem volt loot. Ó, menj el, majd jönnek. Rá kéne néznem, hány, mennyire amortizálták le az ajtót. Hol van az a rovat kalapács? Ó, 19 ezer gyerekek. Nagyon jó. Ó, belenézett. Rendőr zombival kell vigyázni, gyerekek. Baze, milyen hangzavar van, Nikas? Lelőttem a kezét, de még föl kell. A kutya fáját. Jó, hát fogy először. De igazából... Meg ugye elkezdjük majd ez föl fog robbanni, baj lesz. Elkezdjük majd a lőszert gyártani. Tudom, hogy ordít minden, bocsánat. Nem szabad, hogy fölrobbanjon a rendőrzombi, gyerekek. Öcsém, vannak bajok, na. Na végre egy loot, basszus. Ez a fegyő, ez nagyon állat. Csak kéne... level 39. Rendőr. Imádom. De valahol itt fönn is ütnek egyébként. Valahol fölöttem ütnek. Ettől egy kicsit parázok, hogy itt fölöttem ütnek. Nehogy betörjenek föl. Akkor jön a második védelmi zóna. Hú, bocs, hogy nem duvárok, de... Hoppa. XP form. Remélem a lootok megmaradnak, gyerekek. Jézus Mária. És még csak egy órája tart. Nem tudom, ki lő, ki üt fölül. Valaki fölöttem üt. Meg kéne próbálnom ezt a ezt.
Nem jó, nem tudom. Lőjünk ezzel, ebből tudok craftolni már most. Ja. Tényleg attól félek, valaki itt fölöttem van már. De nem is tudom, mennyi időt öltem meg? Enemy kill 1260. Nem tudom, mennyire lém volt. Átbugolnak az ajtón, azért tudnak megütni egyébként. Jó van, nincs semmi gond, gyerekek. Annyi, hogy a plafon kell figyelni, hogy nem jönnek át. Itt tudja, hogy valaki van fölötte. Para parász, hogy itt társnak fölöttem. Jó van. Kettő lúd van, ahogy látom csak. Egy. Az egy ugyanaz a lúd. Tudnám, mit ütnek ezek itt föl. Le kéne elrevőznem. 16 000, 9 000, 9 000, 9 000, 4800, 4000. Semmi extra. De fölöttem tudnak ütni, úgyhogy vásták maguk a gyerekek. Gyerekek bontják itt fölöttem, úgyhogy már benn vannak. Ó, a rohadt életbe átbugol. Itt fölöttem bontanak. Már itt járnak, figyeld! Itt valahol. A rohadt életbe! Itt vannak bazza fölöttem. Fú, gyerekek! Jó, van, talán bírja. Nézzük át. 4900, 4900. Eddig eljutottak, itt vannak fölöttem. Úgyhogy ott egy hatalmas nagy lyuk látom már. Jó, hogy megcsináltam itt, hogy már régen bepotyogtak volna, nem csak az első részét, ugye? Jöttök még, köcsögök? Jó van. Ott már itt vannak fölöttem a köcsögök. Ja. Megnézem, hogy mi a helyzet. 4900, 4900. Itt bontogatnak. Nem sok esélyük van.
De majd elesik a csávó, akkor már így be tud bugolni alul. Látod? És ez még nem nyírod ki, addig bebugol. Oké. Okay. Ide ástak egy nagy lukat fölé. Ezt be kell falaznom mindenki. Ez egy ilyen full betonnal ki fogom önteni. Ameddig bejutottak, és akkor többet nem fognak valószínűleg. Kik ezek, bazok? Meg kell csinálni, ki kell öntenem majd betonnal azt az egész részt. Megint a csávorban. Ez a hülye. Ez is dobott lootot legalább. Kaván 0-21, hát bejutni nem fognak valószínűleg, mert úgy látom elég haték, nem túl hatékonyak arra. Csak nehogy tovább jussanak erre. Ellenőrzök. Eddig bástak, itt topzódnak benn. Itt. Jó. Nem baj, hogy elhasználom a sörétet, nem zavar gyerekek. Mindjárt megnézem a időt. Van-e még ilyen lőszerem? Most gyorsan, ne akadj, ne akadj. Ó, még van sörétem is, jó. Menjünk ki. Lehet, hogy átváltunk 9 mm-esre, azt nagyon ritkán használom. Azt nagyon ritkán használom, használom ezt. Van belőle 600 lőszerem. És amúgy az is elég hatékony. Gondoltam, hogy fölöttem kezdenek el ásni majd. Erre számítottam, megmondom őszintén. Miket tornáztak itt gyerekek? Nulla óra 40. Feksző! Ezt a csávot ki kell nyílni instant, mert ez az, amelyik elesik. Oké. Okay. Baj van. Gyerekek, régen nem szokott ennyi zombi jönni. Abba biztos vagyok. Ezt ki kell nyírni. Van egy-két zombi, amit instant kell nyírni, mert baj lesz belőle. Megint loot. Ellenőrizzünk. Nem nagyon hatékony. Itt a 4600 adói. Ott próbálkozik.
Lassan tárazza ezt a szarpisztolyt, nem szeretem. Itt hadonászik egyébként, látni elég az árnyékát. Ide nézzék! Jó! Azért alig beszélek, tudom, de itt olyan őrület van, ha jártam. Mondom, halljátok, igen. Ott üti, azt üti. Hogy kezd? Mindjárt lépünk még egy szintet. És már hajnal kettő van. Várjátok, megnézzük, süle ott benne a kaja. Nem vagyunk kések? Hát, hogy egy kaját bedobok. Egy ilyet. Miért ne? Itt meg? Milyen ez a gyerekek? Szerint, hadd menjen. Úristen, ilyen régóta megy a izé? Nézzétek már, csak 33 másodperc van vissza fából. Durva. Ja nem, 18-20 perc. Jó. Oké. Okay. És ilyenkor aztán nagyon nem tudnak valamit kezdeni, ugye? Jó van, lootok nem tűnnek, összeszedjük. Fekszem alszó! Mennyi volt az előbb? 1600? Zombi? Vagy nem is 1200? Szerintem majd 100-at megöltem azóta is. Azt a rohadtért, mi volt ez? Pók? Lehetek egy picit valami pókvadászatra. Vagyok én ma itt. Pillanat! Pókot fogtam. Melyik, mi volt ez? Fogd meg ott a pókot. Melyik, segíts már pókot fogni. Azt a rohadt életben, mi volt ez, Sanyika? Pillanat, gyerekek, csak egy pók összem, hogy rammaszott, és utálom a pókokat. Sanyi, segíthetnél közben? Egy kocok. Sanyi, ne! Mennyi pókot fogni, basszus? Ezt köszönöm, úgy éreztem, mintha mászott volna rajtam egy pók is. Most ilyen pókfóbiám van, mert múltkor láttam egyet. Bocs! Bocs, Lázor. Sanyi, fogjad meg a pókokat! Úristen! Nem látsz Sanyi pókot? Hát mi szemben közben meg egy pókkal küzdök itt a izébe, szobába, te. Jaj. Mi történt? Meg kell javítani! Tényleg, bocs, srácok ezért a közjátéket. Nincs javítókészletem? Vagy mi van? Ó, nem izé kell hozzá ehhez. Cső!
Nincs övön. Ezek meddig fognak jönni? Hajnali egy... négyig? Én még tovább, úristen. Itt lesz Sanyi, fog, fog meg. Várjátok! Lehet, hogy megtaláltok a pókot Sanyit. Vigyázz, mi az? Mi a Sanyi? Fúj, csúlya bogár. Jaj, de jó, nem pók, gyerekek! Csak valami bogár. De, tudjátok mi ebben a játékban a szar? Nincs mentés. Úgyhogy így kell lejátszanunk, mert közben akármi közben jön, hogyha jön hozzám egy... hozol vendég, akkor is az van gyerekek, hogy itt... nem tudunk mit csinálni vele. Az is benne lesz a videóba. Spontán! Pókot fogos keeper, baze! Ennyire hülyét nem lehet, baze. Figyelj! Csávó, gyere! Pum! Fekszik, alszik. De örülök neki, hogy nem pó. Jó van. Meg kéne nézni fent milyen helyzet. Bocs érte tényleg, hogy itt ilyen szituációban. Azt a várja, valamit láttam itt. Jó gyerekek, hozzak betont. Baj van, betörnek, more. Hülye vagy, hogy nem hoztál betont magad. Gyorsan. Fut. Ott még loot is van, bazd. Te még, ide is, még loot is volt ott. Ez mi? Azt föl kell, azt le kell lőni. Gyerekek, itt rúgják a lootokat, remélem az nem... nem tűnnek el. Ennyi zombi hol a francba jött? Sanyi, fókokat fogd meg! Keeper támadják a fókok, Dick. Nem elég a zombi. Nem, hogy ennek a játéknak tényleg az a szépsége, hogy egyszerűen... nincs a mentés. Úgyhogy minden full spontán. Itt örjöngenek a pump. Ott van valami blokk, amelyik ilyen nagyon szar állapotú van. Mondani, öcsém. Azt valamit nagyon szétvertek ott már fönn. Jézus Isten, hát ennyi zombi, ez nem sok, egy kicsit már. Nekem egy kicsit erősnek tűnik. Ez a harmadik horda? Próbálom itt ezt a hülyét, amelyik be van bugolva vele. Rendben a zombi, fontos, hogy hamar kinyírt. Na végre. Jó. Ezen nem tudok átütni ezen a rácson, elég érdekes egyébként. 2:25 van talán, most már elnyugszanak lassan, mert már... ezen a... egyébként ezen a helyen szerintem lehet, hogy durvább a zombi. Hát ennyi... ez több száz zombi. Ez túlzás nélkül több száz szerintem. És úgy parázok, hogy pókok jönnek. Hol a francba?
2 óra 36. Alud, ez előtti horda az olyan volt, hogy egy jöttek egy óráig, aztán kész. Nem az, hogy millió szám. Kellene egy pipe nekem, vagy valami, mert ez így... Elhoztam az összes sörétes fegyver összet. Aztán annyira nem érdekel, mert csinálok majd. Hozzanél még mindig, baza. Katona meg ilyenek. Megint szintlépés, Dick. Itt társnak fölöttem, mint az őrültek. Hát én nem hiszem el, hogy ez, ennek így kell lennie. Hogy ennyi zombinak kell lennie. Neki kell állam lőszert gyártani, gyerekek. Shotgun lőszer. Ugye? Jól látjuk? A francba. Hát, sehol nem volt a második horda ehhez képest. Szállával jönnek, komolyan. És folyamatosan. Ez azért, mert ilyen helyen valakok. Ez hihetetlen. Kezelhetetlen. Kezelhetetlen, gyerekek, ezt én nem értem ma. Ez... Ide kellett ez a bázis, gyerekek. Ez mi? Mi ez? Mi ez, gyerekek? Ez nem horda, ez egy hadsereg. Az előző horda az sehogy nem volt ehhez képest. Mikor lesz már még 4 óra kölcső? Vagy 3 napig tart ez a horda? Ez nekem... De én túlzásnak érzem. Alig várom, kimenjek. Mi lesz a, milyen lesz a következő? Figyelj, ki a szar az? Nem oda lövök. Dugd már be a fejed! Már bugolsz, bugolj rendesen! Na. Én ezt nem értem, gyerekek. Hallod? Ez 200 darab zombi nem jött, akkor se vennyi. Folyamat jönnek, érted? Mi a szar történik itt, gyerekek? Mi folyik itt gyöngyösen?
szerintem bírja. De jó. Kukorászó. A lootjaimat féltem, mert itt ezek össze-vissza rugdalják. Valaki ide köpött a pám. Mindjárt mehetek. Mindjárt nyugi lesz. Ez egy őrület. És még mindig jönnek, bazzak. 10 órától folyamat. Ott volt a loot. Ja. Gyerekek. Ez mi? Elütötték a fákját. El van törvett lábam, vagy mit tudom én. Na, nagyon vérzik a vesztőket, gyerekek ezek. Nem tudom, hogy mennyi lehetett. Zombi, de nem kevés. Egész éjjel özönlöttek. Egész éjjel. És gyerekek, szerintetek ez normális volt? Egész éjjel bazzak özönlöttek, hallod? Én nem hiszem, hogy ez normális dolog volt. Öcsém! Én ilyet nem is láttad még. Ki kell mennem? Maradjál már, gyerek! Na, erre kíváncsi vagyok, hogy... Ennyi? Egy csávó oda lement? Ó, de jó! Na nézzük, gyerekek! És tűnnek el a lootok, bazzák! Azt hittem, nem tűnnek el! Ó, de kár! Ó, de kár! Akkor eltűnnek. Ez crossbow? Az. Jó, a gyereket túléltük, és szerintem hallod? Ott kiütöttek egy blokkot. Egy beton blokkot. Itt nem ütöttek ki semmit. Ott azt mondjuk jó is lesz, mert fel tudom itt upgrade-elni. Figyelj, gyerekek, ez egy ilyen... Hibátlan a bázis. Annyit bánok, hogy gyakorlatilag szara szétlen lőttem az összes lőszerem. Nem tudok kijutni ezen a rácson, ahogy észrevettem, de neki fogok állni mindenképpen. Várjátok, fegyver, nézzük, összesítsük a dolgokat. Ez mi? Cold resistet ad. Megjelent. Ez nem valami... Jó, mindegy, elrakjuk majd. Ezt
scrapeljünk, meg akkor nézzük át, hogy mi jött, meg hogy mink van. Jó. Meg hogy mit kellene, kellene ennünk egyet, mert együtt akkor. Ezt is megesszük. Van ám, AK lőszer rengeteg, pisztoly lőszer rengeteg, nem volt ugye. Nem volt. Sajnos egy vassző kellett volna ugye, és akkor meg tudtam volna pisztolyt javítani. Ebben rengeteg lőszerem van, ebben még van 38-as kaptam, ezt meg kellene javítanom, a crossbowben rengeteg lő... Nem annyira rosszul jöttünk ki az egészben, én úgy érzem. Mindjárt srácok, jó? Egy kicsit átvariálunk, most nem állok neki szerintem. Rakjunk, pakoljunk ki. Fa. De most megtudom ezt a pisztolyt. Há, mi ütött? Ja, mert miért? Most hol van a piszt... Hol van az a cső? Ja, nem... Ja, a cső az ott van benne. Oké. Okay. Nippek, mi történik? Mi folyik itt gyöngyösen? X-15. Jó, 2 percig ég még. Itt meg... Cement mix. 1000 darab megint, a meméne. Millió darabunk lesz. Megcsinálunk egy nagy homlokfalat oda. Jó, pakoljunk már ki, mert tényleg itt őrüled van. Leginkább a vas, ami menjen ki. A vascsővel meg tudjuk végre ezt a pisztolyt javítani. 6-os pisztoly, gyerekek, nagyon király. Páncél, ugye kaptunk páncélt valamit? Ezt ugye? Ja, meg egy eladó cuccos idő kellene nekem. Eladó cuccok, tudod, az volt, kellene egy olyan réz. Meg majd neki kell állni lőszert gyártani az erre. Shotgun shell-t leginkább szerintem. Jó, akkor gyógyszerek, nem kellene gyógyszerek most már nekem. Mert tök jól el vagyok. A kő, beton, így. Legyen ez is benn. Oké. Okay. Mi az, ami nem kell még, gyerekek? A kajákat, kaja alapanyag, pia alapanyagokat kirakjuk. Pia alapanyag, pia és kaja, ugye? És akkor minden oké. Okay. Kaját azt be is küldhetnék valamit, mert méne. Oké, okay. Most akkor ezt meg scrap. Okay. Ez meg ugye még dolgozik ez erre. 470 kő van benne, az nem túl sok. Rakjunk bele még, mert az még van. És léptünk 2 szintet, úgyhogy mindjárt elosztom a pontokat. Oké, okay. Ez meddig ég még? Még 48 másodpercig? Jaj, mindegy, mindegy. Akkor. Ja, itt meg már még 800 darab készül, amivel összesen lesz nekünk 2000-valahányszáz darab, szóval azt simán meg tudjuk csinálni az egész épületet. Az biztos 2000, ugye 3000 darab, az 300 blokk, az nincs annyi az egész már. Úgyhogy egyelőre betonnal jól el vagyunk. Van javítókészletem, van 5, ezeket ugye lepakolom. Mert egy eladó cuccos láda kellene. Amit, mit akartam most csinálni? Még szerettem volna csinálni valamit. Elfelejtettem. Hát ez egyébként ez borzalmas volt, ami itt történt. Nem tudom, hogy ez nem volt egy kicsit túlzás, hogy este 10-től reggel 4-ig folyamatosan közönlöttek. Nem hiszed el. Kigyúlik. Ja, ezeket akartam lepakolgatni ide. Úgy né, meg akkor baltával. Jó, oké. Okay. Siker! Pénzcsillagás, minden tökéletes lett. Annyi, hogy mennyi? 9000, ezeket nem is nagyon bántották. Itt hülyeségből nem tudom miért ütötték. Itt egy kicsit magasabbra húzzuk majd ezt a platót. Szerintem legalább egy ilyen. Mondani, itt is próbálkozott a csávó. Dék. Mondani, itt is próbálkozott. Ja, ezt a platót majd följebb húzzuk. Lehet, hogy majd egy idő után bejebb megy, és akkor függőlegesen fog fölmenni. Mert itt semmiképpen ne tudjanak átmenni, ne is akarjanak átmenni. Hát, próbálkozik, akkor is szenvedjen vele. Ja. Oké. Okay. Bejön a dolog. Frankó minden. Ja.
Szerintem jó. Ja, izét akartam, skillpontot akartam elkülteni, van kettő. És ugye ez például nekem jó lenne, mert még rengeteg alapanyag kell, és rüellem az, hogy izé. Egyébként Lighting Armorra, hogyha rakok, akkor mi lesz? Durability, stamina, csökkentés, és movement penalty-t. De hát, majd Lighting Armorra oda, úgyhogy csökkent. Nem? Arkőr, ez mi? Ha. Magasabbra ugrok, meg ilyenek, az is tök jó egyébként. Tök jó cuccok vannak egyébként. Esküszöm. Ja, vasat kell gyűjtenem, és hogy gyűjthessek gyorsan, ezt kell felpakolnom. Bocs gyerekek, de erre rakok. És már is akkor 40%-a több cuccot kapok. Azért az azért nem mindegy. Elmegyünk majd a bányába. Figyeljetek, most egy ilyen kő. Egy az, hogy egy-két ütéssel megvan. Egy tök jó adja, bár aztán annyira kell nekem kő, hogy mint az állat. De viszont jó. Skacok, jó vagyunk, jó vagyunk, ezt ki. Nem sokára még egy szín, nem is tudom, mennyi, 41 szinten vagyunk. Ennyi ízét tölthettük meg kávézombit. Hát szerintem legalább 2-300 darabot. Ez nagyon durva volt. Nagyon sok volt. Ja, itt ezt meg kell csinálnom. Meg kell csinálnom ezt a védelmi bombot. Ezt is megcsináljuk acélból, meg fölfele húzunk egy kicsit, azt akkor nem lesz van. Jó! Egyébként teljesen jó a bázis, jó ötletes. Frankó. Jól működik. Annyi esetleg ugye majd fogunk csinálni ide egy kilátót. Bár aztán sok értelme nincsen. Nem sok értelme lenne. Ja, itt ezt fel kéne upgrade-elnem betonra legalább. Nincs nálam a beton. Jó, az mindjárt várjátok. A betonokat lejavítom, jó? Ezeket az olyan... Hát, figyeljetek, ez egy örök bázis lesz, én úgy érzem. Mondok egy kis betont, aztán... Itt is készül a beton, nem? 600, 700 darab, úristen, mennyi van? Acél ne legyen nálam, mert akkor az megy a levesbe. Figyeljetek, ezeket mindjárt lejavítjuk. Ide belőtöttek. Még ide is ütöttek bele, halljátok? Vagy mondjuk lehet, hogy én is belelőttem ide. Sőt, elképzelhető, hogy belelövök, gondolom, akkor is megy lefele a durability-je. Hát itt próbálkoztak, itt semmi értelmű nem volt nekik. Jó. Jó, hát folytatjuk, srácok. Folytatjuk a bázis megerősítést. Lehet, hogy a következő napokban megyünk akkor egy kalandba, jó? Egy kaland sorozatot csinálunk. 5 óra valamennyi van, lehet, hogy megyünk is küldetésezni. És akkor azt csináljuk tovább. Ez meg van tárazva, ez be van tárazva, ezt meg kellene javítanom, mert nem tetszik, hogy annyira le van. Aztán akkor már jó is vagyunk, nem? Szerintem tökéletesek vagyunk. Jó! Skacok! Ne ez van! Közben ugye megint fogom égetni a következő részbe a dolgokat. Várjál már, hadd pakoljak ki. Ami annyira nem kell. Alapanyag, kipakolok, jó, annyira megcsinálok. Ez nem ide, vasat nem eszünk. Annyit csinálunk meg. Egy eladó cuccok lára kellett volna, bazze. Eladó cuccok lára kellett volna. Milyen francnak van ennyi fegyver is egyébként? Elég pisztolylőszerből ennyi. Ez ne legyen nálam. Nézzük mi. Ez legyen nálam, ennyi AK lőszer se kell. Ez szerintem jó, és akkor mindenből van. Akkor jó. Vas. Stone. Ólom. És kész is vagyunk. És akkor az eladó cuccok, meg nem tudom hol legyen a helye. Az eladó cuccok legyenek ezen a sarkon, jó? Alul és fölül.
eladó cuccok azon felül. És akkor meg is vagyunk, ki vagyunk pakolva, most már ugye nem járkálunk minden full felszerelésbe, viszünk mindent magunkkal, javítókészletet majd csinálunk, mert hogy legyen még. És akkor az lesz, hogy a következő napokban küldetésezünk, éjszaka meg bázist fejlesztünk. Oké? Okay? És akkor itt szerintem jóból leszünk. Első körben lehet, hogy egy szegezőpisztolyt fogunk készíteni. Oké? Okay? Skacok. Ja, itt megleütötték a fákját. A fákjám az hol van? Van fákjám? Idegesítő, hogy leütötték. Mert hogy a... Nem is tudom, hol szoktam rakni? A fegyverbe? Igen, a fegyverbe rakja a hülye képer a páncélt. A páncélt, a izét. Fákját. Itt volt, csak átütöttek rajta, aztán kiütötték. A másik kettő fákja az még is van. Tök jó. Oké, gyerekek. Nagyon szuper. Ide akartam rakni egyébként egy kettő fákját. Ha erre futkorásznak, egy is elég. Akkor oda jobban lássam meg. Jó, majd kifoltozzuk. Most egy darabig ugye nem lesz gondunk. A... Hányadik 28. napig. Ott ugye még, valószínűleg még erősebb horda, de szerintem azért annyira nem lesz veszélyes, kibírható lesz. Oké, gyerekek. Jó, elbúcsúzom, tök jól túléltük. Szerintem ennél szuperebben, nem is? És még mindig gyerekek, egy darab, nézzetek meg. Tudjátok mi bánt nekem? Engem. Minden oké. 1400 zombi, és egy halál, bazzom. Egy halál. A legelején, talán a második részben az a hülye kutya. Hogyha az nem lett volna, akkor perfektek lettnénk még mindig. És azért elég veszélyesen próbálunk élni is. Bevállalósan, tehát nem olyan nagyon biztonsági játékra megyünk. Oké, skacok, elbúcsúzom. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Jók legyetek, bezárkózunk. Képzeljétek, minden izé lesz, minden szint ilyen nehézségű lesz, akkor mikor fognak betörni hozzám, milyen erős horda kell. Sőt, még lehet, hogy be fogok ide rakni egy szimplán még egy ilyen hajtót, aztán... Jók vagyunk! Szerintem nagyon jók vagyunk. Megyünk kalandba, kajálunk, piálunk, és kaland lesz. Várjatok, egy darab dolgot hadd csinálja meg a keeper. Azt mindig is elfelejt, és azt utálja, hogy elfelejt. Várjatok! Hunting knife. Na, erre gondoltam, hogy ezt lehet, hogy kellene csinálni. Forgot iron kell hozzá. És ez valószínűleg gyorsabban harvestel. Igen, valószínűleg ez a legjobb knife a játékban. Ezt gyorsan le necraftolja a keeper, jó? Mi kell hozzá? Még most elnéztem meg, de már felejtettem. Wood leather duct tape. Wood. Szemes kapt. Leather. És... egyéb craft. Duct tape. És ezt le is craftolom, mert legyen. És azt mondtátok, hogy ezzel jobban fogok animált nyúzni. Hú, gyerekek, hadd menjek már el, akkor próbáljuk ki, jó? Viszont a maradékot hadd rakjam ki már. Fa. Szerves craft. Vas. Egyéb craft. És miért van nálam egy stone? Én már fölveszem, mert mindig futok, azt fölveszem. Na, kíváncsi vagyok, hogy mennyit ad. Ki kéne próbálnunk? Annyit még van, hogy ne haragudjatok, de annyira függöm ezt a játékot, hogy nem tudom bajni. Annyit még kipróbálunk. Jó, hosszú rész lesz megint. Kipróbálunk egy kutyát mondjuk anélkül, meg azzal mondjuk 31 másodperc múlva tudunk megcsinálni. Vagy egy bizonyos állatot, hogy melyik... most kiderítjük, melyik kell a több... hogy urbán legende az, hogy több... Köszönöm. Mit kiesztegetsz? Ne ijesztegessél. De rendesen összefostad magam. Hogy rám akart ugrani a csávó? Na, most aztán találjunk kettő kutyamajmot. Egy, kettő, oké. Okay. Na, kipróbáljuk baltával, kipróbáljuk késsel. Jaj, nem, hogy essen az eső. Nem akarom, hogy essen az eső.
Jó. Nézzük a kutyát. Az lenne jó, kettő kutyát találték. Jaj, és annyika megnézene, már itt megértette. Egy kettő egyforma állat, ez a lényeg, olyat. És még mindig nincs scope. Ma hányadik nap? De milyen gyorsak vagyunk, tök állat, tök bírom. Csak full ledörbe. És egy büdös állat nincs, ezt viszont nem nagyon értem. Hogy ezt hogy sikerül összehoznom nekem, hogy itt soha büdös életben nem találok egy rohadt állatot sem. Ja, ki? Ezek elfogytak, vagy mi van? Máshol kell néznem, vagy nem? Már tényleg nem értem. Menjünk arra a dobnak a tetejére, már legyen valami. Tényleg se tyú, se róka koma, se semmi. Tök kipróbálnám most ezt a kést, hogy ez valódi-e, valóság-e. Nem-e urbán legend, nem-e városi legend, csak az egész. De hát, hogyha nem lesz állat, akkor cseszheted. Keeper. Nem kell kipróbálod. A madára szerintem azt felejtsük. Az nem érdekel. Bár abba is ki lehetnek próbálni, gondolom több. Hál' Isten. Ez durva ez a fegyver. Még ha nem is rejtőzködöm, akkor is egy lövéssel egy zombit agyonver vallod. Ez a fegyver, ez nagyon kemény. Ezt imádom. Most már rejtőzködni se kell. És komolyan nem hiszem, hogy nincs egy kutya vagy valami. És ezért futkorászok itt. És annyi ne ér, hozzám ért, azt hittem pók. Hát, meg vagytok velem áldva, mi? Ez egy hülyeség, ezt nem hiszem el. Jó, elmenekültek az állatok, vagy letarolták őket az izék, a zombi horda, vagy mi a szarra van? Én már ezt tényleg nem értem. Itt voltam már, tudom. És ennyire muszáj így szirogatni a lábamat. Végig megyek már mindenhol. Atya, úristen, hogy ennyi... Nagyobb gáz nincs, hogy nincs egy állat. Hoppá, ezt túlélte. Mellé van a lövés. Okay. Csak aztán mondjátok, hogy ti láttatok állatot, kutyát. Megnézzük itt a házat, mert itt egyébként ezelőtt nagyon sokat futkoztak kutyák. Talán. Ezelőtt ugye itt voltak. Ott van a kutya, na. Na nézzük gyorsan késsel. Tizenkettő gyerekek. Na, még egyet kér előré. Aztán meglátjuk, hogy... Zombi horda! Bazze, rendesen süvít ez a nyíl, ezt vágjátok? Figyelj! Baszta! Már célozni is jó lenne. Ott akarnak fölmenni, je? Gyere erre inkább. Pont ugorja, hát hogyne. Na, még mindig a kutyát próbáljuk ám. És a keeper közben itt zombikat entel. Fucz. Imádom ezt a fegyót. Nagyon brutál. Ez annyira jó ez a...
Lősz elevator vissza! Hát ez nagyon beteg. A legjobb fegyó. Meg marha egyszerű hozzá craftolnod a lampanyagot, tudod. Nekem kell menni a zombi orra után, marha jó. Na még egy kutya. Hol van egy kutya? Egy kutyát még kifogunk, mert jó, 12-t adott, ugye? A késsel. Megnézzük. Biztos találok egyet, nem? Hát annyira nem lehetek szerencsé. Hoppá, ott van. Na gyerekek. Hoppá, ez majdnem. Előttem a lába között szerintem. Na, balta. Nyolc. Hát lehet, hogy jobban jártunk, gyerekek. De legalább megvan a varázszat. Kajaszerzés, hoppá, hoppá. De jó, nem is. Menjünk vissza akkor, aztán ott lesz vége a videónak, akkor szereztünk kaját is. Ha már egyszer. Akkor nevezzük ezt kajaszerzésnek. Oh, ott a tyúk. Állj meg! Elfutottatik. De majd ezt a tikot, ezt csak úgy lehet becserkészni, mert úgy rohan, mint az őrütt. Azt a figyelj. De a tyúk, ez olyan idegesítő egy állat. Nem vagy. Oda rész hol fut, te Isten. Állj meg, egy pillanatra. Ezt le kell sztájpolni, bazár tikot. Dik. 3,5-ös damage. Hát a tyúk az... Nézzük, késeljünk. 3, 4, 6, 10. Ó, bazd meg, még egy tyúk is tüzet ad. Hát kösz, hogy szóltatok, mutattátok volna előbb is. Tudom, abban mutattátok már nagyon régen. Na, lesz egy csomó kaján, tök jó. Nagyon örülök. Nagyon örülök, Keeper. Te, késő tudok ölni. Kigyó is tüzet a Dick. Nagyon jó üzlet. Nagyon jó üzlet. Kajaszerzés megvolt, és akkor mehetünk ide küldetésezni. Ott egy tyúk. Vagy egy róka, jaj de jó. Baszd meg. Ez a nyílpuska, ez epikus. Ez ilyen... brutális, nagyon jó. Hat, hét, 12. 12 darabot ad. Hát, előbb is összebb, vagy előbb is lehetett volna eszem hozzá. A Game Station most nőtt, legyen jó loot. Egyébként egyre jobb. Megjönnek a lootok, gyerekek, ebbe a játékba. Na, megyünk hazám ezerre aludskázni, vagy nem aludskázni. Hanem hazamegyünk, és akkor mi csináljuk a küldetéseket, onnan indulunk, kaját berakjuk, sülni, ilyesmi. Aztán küldi, küldizés lesz. Egyelőre, most egy-két részig. Azt utána meg megint akkor fejlesztés lesz következő hordára. Hát az lenne jó, hogyha lenne elég sok XP-m, elég sok skillpontom, és akkor azokat el tudnám költeni olyan dolgokra, mint például... Erre a motorloadra például tudnék pakolni, és nekem tetszene. Hú, meg erre az izére, ilyen parkőrre is, hogy nagyon tudjak ugrani, meg minden, imádom a gyors mozgásokat. Van még olyan skill esetleg, amelyik gyors mozgás? Tehát várjál, hadd nézzem meg gyorsan. Hú, de hosszúak ezek a részek, ne arra ugyatok gyerekek, de imádom. Na, az agility mit ad egyébként, ha unlockolom? Hit shit damage-et, kézi fegyver, blablabla, archery gondolom, hogy mi. Ez se lesz mi. More damage. Gunslinger, run and gun. Erre is például jól lenne rakni. Ja, hát a izé...
pontosabban lövök, meg mozgás közben, amikor reloadolok, akkor kevesebbet lassulok. Ez mi? Nem elég, ez közelharci fegyver. Marhára nem érnek, a parkőr az nem rossz egyébként. Ugye ez, mint tudom én, többet magasabbra ugrok, meg ilyen hülyeség. Meg a jumpnak a, az ugrásnak a stamina kosztját, igényét azt csökkenti. Ez meg már lopakodás perk. Jó. Ilyen, akkor ilyen sebességnövelő az úgy látom nem nagyon van, ugye? Ez miket ad? Jó, és nagyon... Több izét. Egyébként sivatagban vagyok, mert akkor sincs semmi bajom. Ó, kardió. Stamina regen. Nincs semmi olyan, ami érdekelne. Annyira nincs olyan, ami nagyon így rám... Ja, persze ezeket az elektronik, meg ilyeneket, azokat nem ártana azért fejleszteni. Ez megint nem. Jó, hát ma még mit fejleszteni, viszont szerintem tök jól pakoltam. De ki vannak maxolva, ugye leginkább mivel a kraftoláshoz kell, de Lucky Looter-t azt majd valószínű növeljük. De egyelőre szerintem ezt fogok növelni. Hogy több alapanyag jöjjön ki mindenből. Hát ez tök jó, mert nem kell annyit bányászni, nem kell annyit gyűjtögetni. Az ilyen különböző dolgokat. Na, tyúk! Ó, ezt... Hol vagy? Hoppa, azért azt odavertem neki, fejbe lőttem. Ez is ott tizet, mi? Tizet, bazzát, tizet. Hát akkor azért nem volt mindegy. Igazatok volt, gyerekek. Hát tyukra érdemes rárohanni, mert különben fut mind az őrült. Jönnek a lootok egyébként, tényleg. Az, mit akartam megnézni? Igen, azt akartam megnézni, a karakternél nincsen olyan, hogy ilyen statok. Na dehogy nincsen. Erre nagyon kíváncsi a feel like, zombie kills, player kid eat. Úristen, 161 kilométert mentem ma. Crafted longest life, nincsen. Ó, ez, na erre voltam kíváncsi. Az armor rating, gondolom ezek jó szarok. Armor crit assist, stamina per sec. Mobility 96%. És ez behet fel 100 fölé? És miért csak 96? Miért csak 96? Ha valami csökkent? Mi csökkent? Mi csökkenti a mobility, mert gyerekek? Aha, ez csökkenti. A sisakom csökkenti. De azt mondtátok, hogy ezt át tudom rakni akármire. És ez a lámpa. Aha. Jó, akkor egy másik fajta idő kell. Light armor egyébként, és ez csökkenti. És 100% fölé ez mehet? Gyerekek, a mobility? Amma, egy jó dolog lenne még. Értitek, hogy 120. Tehát így különben beteg gyors vagyok. Szerintem a motorra nem vagyok ilyen gyors. Most ez tényleg nem nagy képviség, de rohadt gyors vagyok a karakter. Ez tök jó, és akkor úgy kell csinálni, akkor ezt mondta egyébként Dave Oyer már régebben is írta, hogy azt kell csinálni, hogy a Heavy Armor-ba lehet olyan olyan modifikációt rakni, ami ezt a mozgást helyre rakja, tehát növeli, tehát a mobility csökkentést visszaállítja, tehát hogyha olyan armort használsz, amelyik csökkenti a mobility-det, azt
azt kompenzálja. Azért sikerült elmondani, tudom, nem volt egy túl baráti, ahogy próbáltam. Elmegyünk itt is erre. Ja, a sztaminám egy kicsit elment. Sok a sztaminám, meg lassan megy le, de elég lassan is töltődik. Ja, a kardióra is lehetne rakni, mert azért elég sokat rongálok. Nem szeretek nagyon motorozni, mert mindig jön a kánya, meg nem tudok tutolni, meg nem tudok zombit, mindig le kell szállni, amikor megtámadom, érted? És akkor fogadom, hogy a bád is mi. Azért nem rossz. Szerintem függőleges falat kellene húznom a következőbe. És akkor esetleg folytatni majd, igen, függőleges, az lesz függőleges. Folyam úgy csinálnám tovább, megint így ránézek valamire, és akkor... Na azt akartam mondani, hogy itt behúzzuk arra, és akkor húzzunk függőlegeset kicsit, és akkor... Gyerekek, megpróbálom ezt leölni előre. Jó, engedjük el. Jó a gyerekek. Oké. Okay. Na, elbúcsúzom már 26-szor. Köszönöm szépen a figyelmet. Marha jó volt. Imádom. Köszönöm, hogy itt vagytok velem. Remélem tetszik a sorozat. Sziasztok!